System Shock egy sci-fi FPS játék, aminek eddigi elődjével egyszer nem játszottam, pedig ajánlották sokan. Ebből kiindulva az értékelésem bemutatóm is olyan lesz, ami egyáltalán nem hasonlítja össze a játékot az elődjeivel. Ami furán jön ki, hiszen ez egy remake az eredeti 1994-es System Shockból, és úgy lenne az igazi, ha azt is játszottam volna, de nem baj, így kaptok egy olyan értékelést, ami abszolút nulla tudással rendelkezik az adott játék múltjáról. Én arra számítottam, hogy egy erősen érezhetően régies játék lesz. Csak szebb grafikával, meg talán néhány modernizált játékmechanikával. Viszont kellemeset csalódtam azon kívül, hogy általánosságban milyen állapotban kapjuk a játékokat. Ez a játék, én azt mondom, jó állapotba jött ki. Szépen fut, nem akad, nem fagyott le. Elképesztő, hogy játékértékelésekkor már pozitívumnak vesszük, ha egy játék úgy jelenik meg, hogy működik. Képzeljétek el, hogyha annak kéne örülnünk, hogy az újonnan megvett kocsid nem robban le, és anélkül megy. Arról nem is beszélve, hogy egy-két kis dolgon kívül régi stílusúnak, de modern megvalósításúnak érződik. Ezen kívül azt mondanám, egy minőségi indie játék, mert mostanában úgy érzem a kis indie fejlesztők, akiknél érzem, hogy nem csak minőségi játékot raknak elénk, de látszik, hogy szívüket, lelküket belerakták, és szeretettel csinálták. Ebben ez érződik. Szerintem, ha játszottam volna az eredetivel, akkor biztos úgy érezném, hogy igen, a régi szép időkben ilyenek voltak a játékok. Szóval itt vagyunk mi, egy látszatra hackernek tűnő egyén, akit rögtön el is kapnak, és megmondom őszintén, egy alapból nagyon rosszul hangzó ajánlatot adnak nekünk, miszerint egy fejlett AI morális korlátozásait kapcsoljuk ki. Mi baj lehet belőle, mi? Azok csak amolyan útmutatók voltak, mint a kalóztörvények a Karib-tenger kalózaiban. Mondanom csak el, hogy abszolút elszabadul a pokol, és ez adja meg az alaptörténetünket. Felkelünk egy látszólag minden embert vagy megölt, vagy cyborgizált űrállomáson, és próbáljuk túlélni tetteink végeredményét. Innentől a történet szöveges jegyzetekből vagy hangi felvételekből építi tovább a játék, amiből meglepően sok van. Egy-egy halott mellett tudod találni őket, halva utolsó pillanataikról, vagy az utolsó napokról, hogy hogyan lett minden ennyire borzalmas. Némelyikben kódot is elrejtettek, ami egy loot szobához vezet, szóval érdemes odafigyelni, hallasz-e valami kódot, vagy írnak-e róla. Ha hangüzenetben mondják, és később előjön, hogy kell, akkor ne aggódj, nem kell végighallgatni előről, hanem szövegesen is le van írva. Szeretem az átgondolt játéktervezést. Mindezt pedig szerintem egy stílusos és szép, olyan enyhén pixelesített grafikai világban. Nem mindenkinek fog tetszeni ez a grafikai stílus, de nekem nagyon adta valahogy. Mellé még meg kell jegyeznem, hogy a zene is nagyon passzolt, ami rögtön mielőtt lekerültem volna irányítani bármit is, már akkor is fejben volt, hogyha tartja ezt a szintet, akkor megemlítem. Hát nagyon sokat nem tartott, mert az esetek többségében nincs zene, szóval lehetne többször is, de az meg lehet a horrorszerű atmoszférába rondítana bele. A fényvilág, a grafika, a hangok szerintem pont eltalálják, hogy az ellenére mennyire az esetek többségében jól látsz, azért benned van az az enyhe horror érzet, hogy valami rádugolhat. Noha nem mondanám egy Dead Space-nek, vagy komolyabb horrornak a játékot, de azért rá tud ijeszteni helyenként az ellenfelekkel. Mászkálsz fel alá, egy-két szörny, elintézett könnyen, nyugi van, aztán egyszer csak megdob többel is, és meglepetésszerűen támadnak. A menü, irányítás eleinte kicsit nehéz. Nagyon furcsa nekem a jobb klikkel ajtó doboznyitás, de hamar megszoktam, avagy személyre lehet szabni a menüben. Ugyanígy meg kell szokni, hogy mit akarsz fölvenni, és mit nem. Egy idő után nagyon menedzselni fogod a cuccaidat, ezt nem bajként mondom, kinek mi, valakit zavarhat, engem éppen annyira nem aggasztott. Segít a játék, és nem csak a képernyő tetejére kiírja, hogyha valami kb. Szemét, de még jó leírásokat is ad. Ha valaki tud angolul, akkor semmi gondja nem lesz. Történet általában szubjektív, egészen addig, ameddig nem untat. Számomra volt annyira érdekes, hogy több hangfelvételt figyelve végighallgattam. Még csak nagyon a játék elején vagyok, és így is kíváncsivá tett, hogy mi fog történni még ezek kívül, és szerintem ez már egy win. Van a játék során több minigém is.
A hekkelés például ilyen űrhajós, lövöldeszerűen oldották meg. Nekem annyira nem tetszett, túlságosan megszakítja számomra a kalandot, viszont nem hosszúak és nem idegesítőek annyira. Vannak puzzle játékok, vannak kifejezetten olyan helyek, ahol csak úgy tudsz tovább haladni, ha megoldod. Ez a része viszont tetszett valamiért, pedig az egyiket nem is tudtam megoldani, viszont ne aggódjatok, ha ilyen helyzetbe kerültök, tudtok szerezni gyors megoldó kulcsot, ami azonnal felnyitja nektek az utat, ha nem akarjátok megoldani, vagy nem megy. Illetve mindenhez külön tud állítani a nehézségi szintet a játék kezdésekor, ha valamit könnyebbre akarsz venni. Viszont ezt már érdemes rögtön az elején megtenni, mert a játék menet közben már nem fogod tudni állítani. Amit én hiányoltam, hogy nincs blokkolás a közelharci fegyverrel. Sokszor éreztem, hogy na most megnyomnám, de nincs. Illetve a lopakodás is elég alapszintű, szóval ne számítsatok arra, hogy ti majd ilyen kommandósként játszotok. Egy másik idegesítő dolog, de nem éppen hatalmas játéktörő, hogyha rányomsz, hogy vegyen ki mindent egy tárolóból, akkor általában bezárja. De valamikor nyitva adja, és neked kell az escape billentyűvel bezárni. Egy bug, ami már kicsit élményrombolóbb, hogy be tudnak akadni az ellenfelek, és egy helybe sétálni, futni. Összesen 2 alkalommal találkoztam ezzel a jelenséggel, szóval szerintem nem olyan gyakori, de sajnos meg tud történni. Természetesen most se hagylak titeket más emberek véleménye nélkül. Mivel nagyon rögtön a kiadás után készítem a videót, ezért nem sok értékelés van, de a Steamen nagyon pozitív. Több mint 600 értékeléssel mindenki kb. Csak dicséri. Sokan azt mondják, a régihez képest nagyon jó remake. Az összes ilyen cikk, videós értékelés, amiket néztem, hogy tudjam, mit gondolnak az emberek, azok vagy pozitívak, vagy nagyon pozitívak. Látszatra többeket meglepően érte, mennyire jól sikerült a játék. És igazából egyetértek velük, amikor leültem, én se gondoltam volna, hogy ez a videó ennyire túlnyomóan pozitív lesz. Viszont beszéljünk a negatív Steam-es értékelésekről is. A negatív értékeléseket olvasva pedig egy dolog előjött, amivel nem volt gondom, mert egyszer nem haltam meg, de ahogy írják, ritka az autómentés. Akár egy órányi előrehaladást is elveszíthetsz, ha nem figyelsz arra, hogy te mentsél rendszeresen. Ez szomorú, ez egy fekete pont sajnos. A többiek, akik rosszat írtak, valaki hiányolja az eredeti zenéket, ez a része szubjektív, de azt is megemlíti, mennyire ritkán van zene, amivel ugye egyetértek. Úgy néz ki viszont, vannak gondok az egér negyedik, ötödik gombjának a vagy további gombjának az állításával, azaz nem lehet ráállítani semmit se. Amit gyorsan megnéztem, és tényleg nem lehet, ezt nagy eséllyel frissítik majd hamar, legalábbis reméljük. Érdemes még megjegyezni, hogy valaki írta a játék túl lassú neki. Gondolom inkább ilyen Doom-szerűnek képzelt el, a felvételek alapján remélem látjátok, ez egy lassabb játék. Enyhe horror, enyhe harcok, olyan érzése van kicsit, mintha ilyen családbarát lenne, amit vicces tekintve, hogy emberek szét vannak szakadva meg minden, de semmiben nem jön elő, hogy hardcore játék lenne. Inkább amolyan casual Dead Space érzete van. Hallottam olyan leírást is róla, hogy akkoriban ugyebár nagyon populáris volt a dungeonben, katakombában mászkálós játékok. És ez érződik itt is, csak inkább olyan skifis stílusban. Amivel egyetértek egyébként. Ahogy mászkálsz fel alá, a szörnyek újra és újra megjelenhetnek a főbb folyosókon, egy zárt ajtónyitás, akkor sose lehetsz biztos benne, hogy nem lesznek újra ellenfelek mögötte. Ilyen liftek hozzák őket fel, az AI küldi oda őket, szóval még meg is van magyarázva. De érződik benne, hogy ha bemész egy szobába és látsz egy ellenfelet így középen, hogy egyfajta ilyen boss szobával találkozol, és hogyha tovább kell haladnod, akkor ugye keresztül kell menned, le kell győznöd őt. Szóval átjön ez az RPG-s dungeon crawler-szerű játékérzet. Az utóbbi alkalommal több játékról is készítettem ilyen mielőtt megvennéd videót. Több rossz játékkal is játszottam, és jó érzés végre egy olyannal is, amihez leülsz, és nem akad. Nem egy bukhalom, hanem csak szimplán gamehalom. Egy minőségi, szórakoztató single player játék. Nincs, hogy el akar adni neked XP növelőt, prémium pénzt, vagy skineket, DLC-ket. Szimplán egy jó, kellemes, szórakoztató játék. Elképesztően üdítő csak leülni és élvezni egy játékot mindenféle hülyeség nélkül. De tudjátok, hogy megy ez? Ezek voltak az én véleményeim, meg másoké, amik elérhetőek már most. Én úgy értékelem, ez egy jó játék. És ahogy nézem, az emberek merőben túlnyomó része így gondolja. De mi a véleményetek nektek? Tetszik? Nem tetszik? Képzeljétek el, elérhető demo Steamen, szóval ha nem vagytok meggyőzve, akkor kapjátok le, és irány az űr. Sziasztok!